Örömmel, szeretettel köszöntelek benneteket a mai adás alkalmával. Az életadó adását látjátok a Pásztor Szava címmel. Nagyon hálás vagyok azért, hogy haladhatunk előre az Isten igének a tanulmányozásában. Köszönöm az Úrnak, hogy jó hírek jönnek a gyülekezetből, testvérek jól vannak. Habár szeretném felajánlani, drága testvérek, hogyha valakiért imádkozni kell, akkor ezt meg fogjuk tenni együtt is, úgyhogy ha valami olyan esetről tudtok, hogy imádkozzunk így együtt nyilvánosan is az Isten tiszteleten, ezen a televíziós közvetítésen, akkor elküldhetitek a kéréseteket, amik ennyire fontosak. Ha pedig nem akarjátok, hogy itt imádkozzunk, akkor pedig értesítsetek, hogy az ima harcosokkal, az imádkozókkal együtt tudjunk imádkozni a testvéreinkért. Ilyen híreket már kaptam, és ezt tesszük is. Imádkozunk a betegekért, imádkozunk olyanokért, akiknek különböző problémája van, és betegséggel küzdenek. Kedves testvéreim, egy imával fogjuk folytatni, és aztán pedig dicsérni fogjuk az Urat. Hálás vagyok a dicsérő csapatnak a szolgálatáért, és legyetek aktívak, és boldogan dicsérjük az Urat, mert ő megérdemli. Drága Jézus, köszönöm, hogy a mai közvetítésünket is egy imával kezdhetjük el. Hálát adok, Uram, hogy köszönthettem a te gyermekeidet szeretettel, örömmel. Köszönöm, Uram, hogy ha most nem is látjuk egymást, és nem vagyunk kapcsolatban, de mégis köszönöm, hogy a szívünk kapcsolatban van egymással. Hálás vagyok, hogy összeköt a Szent Szellem minket te veled, és hálás adok azért is, Uram, hogy összeköt a Szent Szellem egymással is minket. Köszönöm, hogy ez a szövetség, az úrvacsorai szövetség is összeköt bennünket, és összekört minket, Uram, a szeretet, amivel szeretjük egymást Jézus Krisztusban. Köszönöm neked, Uram, ezt a hármas kötelet, és hálás vagyok azért, Uram, hogy ez nem szakad el. Köszönjük, hogy senki ki nem vehet minket a te kezedből, meg van írva, sem magasság, sem mélység, se szélesség, sem hosszúság, semmi, de semmi nem szakíthat el minket te tőled, Uram. Köszönöm neked, Uram, hogy még az ördög sem tud elszakítani minket te tőled. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te ezt megígérted, hogy velünk maradsz a világ végezetéig. Köszönöm, Uram, a te jóságodat, kegyelmedet, igazságodat. Köszönöm, hogy most is megosztod velünk a te jó szavadat, kiárosztod a kegyelmedet, és amikor együtt imádkozunk, betöltesz minket erővel, hogy az imádkozás dolgozzon a mi életünkben, és építhesse a te királyságodat. Köszönöm neked, Istenem, azt, hogy te hatalmasan dolgozol az emberi szívekben, amikor a te igéd bemegy, most is hatalmasan teremt, alkot a te igéd, formál bennünket, és köszönöm, Uram, hogy ez elkészít minket a veled való találkozásra. Uram, áldás mondok az elkövetkező percekre. Uram, legyen áldott a te igéd, legyen áldott, Uram, kérlek, hogy áldj meg engem is, és legyen áldott minden ige hallgató az Úr Jézus nevében. Ámen. Kedves testvérek, szóljon hangosan, örömmel, boldogan a dicséret. Uram, hogy jöjjön el a szívünk mélyében, ezért imádkozunk, fedd fel, miért vagyunk. Ragyogjon fel remény sugár, futó tűzként járjon át, Szent Szellemet égjen a szívünkben. Néped vagyunk, adj új erőt nekünk. Tiéd az első hely, országod jöjjön el, értékes életünk, nem vesztegetjük el. Hát hozd elő a foglyokat, gyógyíts meg, ki bajban van, letesszük az életünk érted. Éped vagyunk, gyertek, imádkozunk. Országod, építsd fel, sötétség tűnjön el. Hatalmas kezeddel, gyógyítsd meg a földünket. Tüzet gerjeszt fel, néped ébreszt meg,
szenvedésnek már a bukor sem szabb határ. Hát többről szól az életünk, kérjük adj erőt nekünk, jövő szeretetet töltse be szívünk. Néped vagyunk, új reményt adunk a földnek. Országot építs fel, sötétség tűnjön el. Hatalmas kezeddel gyógyítsd meg a földünket, tüzet gerjeszt fel, néped ébreszt fel. Teremts új légkör, uralkodj közöttünk. S Isten népe álljon helyre! Álljon az ő helyére! S harcolja és győzze meg a harcait! És országot építs fel, sötétség tűnjön el! Hatalmas kezeddel gyógyulj meg a földünket! Tüzet gerjeszt fel, néped ébred! Ez az imád. Hogy bízhattál oly kincsen? Mit angyulok sem kapnak, feltűnt hívtál állóknál, Isten király trónjánál, és mint felém kétsebzett kőt, a megváltó karjába zár. Szétrepel, ó, az Úr van itt, az egyetlen. Irány ül, ki küzd és győz, biztos bástya lelkem már áll. S itt állok most, ó, meghalt értem, hogy megváltson. Érted is meghalt. Ártatlan, büntelen szentség, szépség szemben látod még. Ó, száz és száz szó, száz és száz dal, nem írhatja le fenségét. Gyere te is Isten trónja elé! S itt állok most trónodnál.
szent karjait közt, otthon vár. Itt állok most trónodnál, nincs többünk megváltottál. Jézus vérén át, bátran lépek hozzá, szent karjait közt, otthon vár. Gyertek, imádjuk őt! Mert méltó minden dicséretre, minden hálára! Szálljon fel hála és imára, szívünkből elmos minden vádat. Ó, áldjuk őt, áldjuk azt, ki vérét adta bűnünkért. Szálljon fel hála, kedves testvérek, folytatom a szolgálatomat. A köszöntés után, a dicséret után, most pedig forduljunk az Isten beszédéhez. Elérkeztünk a nagypénteki eseményekhez, és nehéz ezt szavakkal majd elmondani. Imádkozzatok értem, hogy el tudjam mondani mindazokat az eseményeket, igazságokat, amiket Jézus átélt, azt a hatalmas szenvedést és harcot, küzdelmet, amit vívott értünk a kereszten. Nehéz ezt szavakkal elmondani. Érzelmek nélkül, visszafogott érzelmekkel, inkább így mondanám, nagyon nehéz ezt elmondani. A mai szolgálatomnak a címe a kereszt útja. Nézzük meg a kereszt útját, olvasom az Isten igéjét. A Máté evangélium a 27. részénél maradunk, és a 27. versétől szeretném felolvasni egészen az 50. verséig az Istennek az igéjét. Így hangzik a Szentírás. Akkor a helytartó vitézei elvivék Jézust az őrházba, és oda gyűjték hozzá az egész csapatot, és levetkeztetvén őt bíbor palástot adának rá. És tövisből fonott koronát tőnek a fejére, nátszálát a jobb kezébe, és térdet hajtva előtte csúfolják vala őt, mondván, üdvözlégy zsidóknak a királya. És amikor megköbdösék őt, elvevék a nátszálat, és a fejéhez verdesik vala. És miután megcsúfolták, levelék róla a palástot, és az ő maga ruháiba öltözteték, elvivék, hogy megfeszítsék őt. Kifelé menve pedig találkozának egy cirénei emberrel, akit Simonnak hívnak vala, ezt kényszeríték, hogy vigye az ő keresztjét. És amikor eljutának arra a helyre, amelyet Golgotának, azaz Koponya hegyének neveznek, méreggel megelegyített ecetet adának neki inni, és megízlelvén nem akarra inni. Minek utána pedig megfeszítték őt, elozták az ő ruháit, sorsot vetvén, hogy beteljék a proféta mondása. Megosztoznak az én ruháimon és az én köntösömre sorsot vetének, és leülvén őt őrzik vala őt.
és feje fölé illeszték az ő kárhozatásának az okát, odaírván, ez Jézus a zsidó királya. Akkor megfeszítették vele együtt a két latrot, amelyiket jobb, egyiket jobb kéz felől, a másikat bal kéz felől. Az arra menők pedig szidalmazzák vala őt, fejüket hajtogatván. És ezt mondván, te, aki lerontod a templomot, és harmadapra fölépíted, szabadítsd meg magad, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok is csúfolódván, az írástudókkal és a vénekkel egyetembe ezt mondják vala, másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki. Bízott az Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondja, Isten fia vagyok. Akiket vele együtt megfeszítenének, a latrok is ugyanazt hányák vala a szemére. 6 órától kezdve pedig sötétség lő mindegész földön 9 óráig. 9 óra körül pedig nagy fennszóval kiállt a Jézus mondván, Éli, Éli, lama sabachthani, azaz én Istenem, miért hagytál engemet? Némelyek pedig az ott állók közül, amint ezt hallák, mondának, Illést hívja ez. És egy közülük azonnal odafutamodván egy szivacsot vőn, megtöltvén ecettel, és egy nátszára tűzvén inni ada vala neki. A többiek pedig ezt mondják vala, hagyd el, lássuk, eljő Illés, hogy megszabadítsa őt. Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltván kiadá a lelkét. Eddig ezek a szörnyű események, amiket nagyon nehéz szavakba foglalni, és még nehezebb elmondani. Drága testvéreim, nézzük meg ezeket az eseményeket. Szeretnék most beszélni Jézus Krisztus háromféle szenvedésére, fajta szenvedéséről, amit átélt. Mindhárom terület óriási teherrel, óriási súlya nehezedett rá. Aztán szeretnék beszélni, nagyon röviden szeretném felsorolni a kereszt útját, időrendi sorrendben, nagyon-nagyon gyorsan, hiszen kevés az időnk, de mégis szeretném ezeket elsorolni, és ezen belül szeretnék beszélni Jézus Krisztus 7 kiáltásáról. 7 nagyon fontos kiáltása volt, szava volt a kereszten még utoljára az emberek felé. Ezekről is szeretnék beszélni. Úgyhogy gyertek velem a kereszt útján, menjünk együtt most Jézus Krisztussal ezeken az eseményeken, ezeken a fontos területeken, és idézzük fel, hogy mit tett értünk, ami drága Urunk, és milyen hatalmas munkát végzett el a mi Mesterünk, ami páratlan a világ történelemben nem is volt, és nem is lesz ilyen soha, amit Jézus tett az ő gyermekeiért, az őt követőiért. Jézus Krisztus 3 szenvedést élt át. Jegyezzétek meg, hogy Jézus Krisztus először a katonáktól szenvedett. Ugye, amikor a Pilátus elítélte őt, azt mondta előtte, hogy ártatlan. Ugye nem olyan régen beszéltem az előző szolgálatomban arról, hogy beleült Róma az ítéletnek a székébe, megítélte az Isten fiát, és emlékeztek, hogy amilyen ítélettel ítélünk, olyannal ítéltetünk. Magukat tisztának nyilvánították, ez a politikus kimondta magáról, hogy ő tökéletesen tiszta, az igazat, a tisztát pedig elítélték, Jézus mint egy embert elítélték, a tisztát és a szentet. Aztán a zsidók is ítélték magukat, és az ítéletnek az átkát vették magukra, és ők is amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. Ezek törvények, ugye innen látjátok, hogy mennyire veszélyes egy nemzetre nézve is az ilyenfajta cselekedet. Ezért nagyon fontos, hogy mindenki magával törődjön, és személyeket ne ítélgessünk, hanem csak cselekedeteket. Testvérek, nagyon-nagyon fontos akkor, hogy Jézust itt a katonák kezébe teszik, a katonák verik meg, ostorozzák meg a Pilátusnak az udvarán, és aztán pedig itt megint a katonák kezébe kerül, a katonák viszik tovább, és nagyon érdekes, hogy amikor a katonák kezébe kerül Jézus a szenvedései során, ők okozták a legelső szenvedését,
a legelső megtérők is a katonák közül kerülnek ki. Mert a százados ott tér meg a kereszt alatt. Az a katona, aki része volt a keresztre feszítésében, az a katona, aki szidalmazta és köpdöste a többiekkel együtt, az a katona, és még ki tudja hányan tértek meg ott a jeleket látván a kereszten, a keresztnél megdöbbentő, hogy a katonák az első megtérők. Ugye Jézus halála előtt a lator tér meg, még a halála előtt közvetlenül az utolsó pillanatokban megtér az egyik lator, de a halála után a legelső megtérő egy százados, egy római százados, annak a hatalomnak az egyik képviselője, akik az ítéletet hajtották végre, és sírva, a mellét verve tér meg ez az ember, dicsőség Istennek, hogy akik megfeszítésében, akik megfeszítették, azok sírva megtérnek. Dicsőség Istennek. Ez egyébként egy prófétai jel is, mert Jézus Krisztus visszajövetelekor, megjelenésekor a zsidók meglátják majd az Úr Jézus Krisztust, és sírva megtérnek, hiszen ők voltak, akik megfeszítették az Isten fiát. Itt egy prófétai jelként a százados a római nép nevében is egyáltalán a megfeszítők nevében megtér, tehát akik megfeszítették őt, meglátják őt, az Isten fiát, és megtérnek. Ez előre mutat majd a zsidóknak a megtérésére, akik szintén felismerik a Mesiást, felismerik Jézus Krisztust, az Isten fiát, és aztán meg fognak térni. Dicsőség az Úrnak. Tehát nézzük meg, drága testvéreim, hogy mi is történt igazából, és nézzük meg a három legfontosabb szenvedés csoportot, amit Jézus Krisztus itt átélt. Ugye látjátok, hogy a Jézus a katonák kezében először is megkezdték a testi szenvedést, és Jézus testben szenvedett, lélekben szenvedett, és szellemben szenvedett. Szeretném mind a három szenvedését felsorolni, és az még különösen még pluszba hozzájön, hogy ezt mind a hármat egyszerre élte át. Egyiket a másik után, egyik a másik mellett egyszerre jött az életébe a testi mérhetetlen szenvedés, a lelki elutasítottság szenvedés és a szellemben való vívódás és szenvedés, amit Jézus Krisztus átélt. Nézzük meg a testi szenvedést. Ugye az első terület, hogy Jézus Krisztus 7 helyen vérzett, ugye a testi szenvedései során annyira megverték, annyira összetörték őt, hogy azt mondja Ézsaiás proféta, hogy néztünk rá, mint utálatra, és az ő ábrázata az nem volt kívánatos. Tehát annyira megverték, annyira összetörték a mi Urunkat, a mi drága Istenünket, hogy nem lehetett felismerni már. Még azok is alig tudták felismerni, akik ismerték közelről. Fölé volt írva a feje fölé három nyelven, hogy Jézus Krisztus a zsidók királya. A názareti Jézus a zsidók királya. Innen tudták nagyon sokan, hogy Jézus szenved a kereszten, csak a közeli testvérek, tanítványok és az asszonyok tudták, azok azt valóban felismerni, hogy Jézus szenved a kereszten, mert annyira megverték, annyira összetörték. És 7 helyen vézett, hadd soroljam fel ezt a 7 területet, csak hogy mindenki tudja, ugye Jézus Krisztusnak itt a fejébe több is koronát tettek, ez az első hely, ahol ő vérzett. Mindegyiknek óriási szellemi jelentősége van. Minden egyes helyen, ahol vérzett, azért vérzett, mert annak szellemi üzenete van. Most nincs időnk, hogy felsoroljuk ezt a 7 területnek a szellemi tartalmát. Most csak a tényeket hadd soroljam fel, hadd mondjam el a számotokra. Tehát Jézus Krisztus vérzett a fején a tövis koronák, a tövisek miatt, hiszen a tövisek az átkot jelképezték, hiszen tövis akkor kezdett teremni a földön, amikor az emberiség elhajolt, és az ember vétkezett Isten ellen, akkor a földet Isten megátkozta az ember miatt, hogy teremjen ezután tövist és bogánskórót, és ez a tövis az átoknak a jelképe. A második terület, ahol szenvedett Jézus Krisztus, a háta. Nagyon súlyosan megverték, olyan korbáccsal verték meg, amely kiszaggatta a húsát, a csontig felsebezte, és cafatokban lógott a hátáról a hús és a szövetek. Vérzett az Isten fia, el is vérzett, szinte teljesen elvérzett az út során Pilátustól,
a Pilátus udvarától egészen a Koponya hegyéig végig vérzett Jézus. Végig vérezte ezt az utat. A kereszt útja, testvéreim, hogy mondjam el, a vérnek az útja. Végig folyt a vére egészen Pilátustól, a római pribékeknek a cselekedetétől egészen a Koponya hegyéig. Végig. Tehát a háta. Azután nagyon fontos, hogy a kezeit átszegezték. Aztán nagyon fontos, hogy a lábait átszegezték, egy ez kettő-kettő, és aztán pedig az oldala, ami vérzett. Ezt, hogyha megnézitek, hét helyen vérzett a mi Urunk, és nagyon fontos, nézzétek meg majd, és imádkozzatok, hogy mennyi jelentősége van ennek, hogy hét helyen ontotta a vérét, és végig ontotta a vérét. Végig egészen az elítélésétől a keresztre feszítéséig folyt az ő vére, ki a földre. Tehát a felismerhetetlenség megverték, hét helyen vérzett, óriási vérveszteséget szenvedett az Úr Jézus. Emlékeztek itt a történetben, hogy majd később is olvashatjátok, de más evangéliumok is feljegyzik, hogy a cirénei Simon megállították, ugye ez az észak-afrikai származású zsidó ember, éppen Jeruzsálemben volt, és megállították őt, hogy vigye a Jézus keresztjét, és ennek az oka a vérveszteség volt. Hogy Jézus annyira elvérzett, annyira kivérzett érettünk, hogy már nem bírta vinni a keresztjét. Segítségre volt szüksége. Egy ember vitte helyette a keresztet. Ennek is jelentősége van, hogy most pedig az történik, miután egy ember segített Jézus Krisztusnak vinni a keresztjét, most pedig nekünk segít Jézus vinni a mi keresztünket. Tudtok egy áment mondani? Most Jézus, mert mi egyedül nem tudjuk vinni a keresztünket. Egyedül nem tudjuk az élet próbáit hordozni. Ő segít nekünk. Ő segít mindenben. Ő segít. És ez azért volt jelképes, mert Jézus Krisztus ember is volt. Nem csak Isten, hanem emberként szüksége volt a segítségre, Istenként nem volt szüksége segítségre. Tehát Jézus Krisztusnak Istenként nem volt szüksége, és Jézusban ott volt az Isten, és ott volt az ember. És Jézusnak emberként szüksége volt a Simon segítségére, de Istenként nem volt, végigcsinálta, letette saját maga az életét, nem volt szüksége az angyalok segítségére. Ő saját maga egyedül csinálta végig, a Szentlélek volt vele, de ezen kívül senki nem segített neki, egy angyal sem, egy ember sem Istenként. Ez is nagyon-nagyon-nagyon fontos. Ezért tud nekünk Istenként segíteni, mint ember, mint embereken, dicsőség az Úrnak. Tehát így szenvedett, és a vére valóban kifolyt a Golgotáig. El tudjátok képzelni, hogy mekkora szenvedés jelentett az Úr Jézus Krisztusnak? Hogy fizikailag a felismerhetetlenség eltorzították, mérhetetlen fájdalmat okoztak neki. Ezért ajánlották fel neki egyébként előtte már a mirhás bort, mert szokás volt Izraelben, hogy azért mégis ezek a kegyetlen, vérszomjas emberek mégis tudták egyébként, hogy a római katonák mennyire kegyetlenek, mennyire vérszomjasak. Ezért néha megszánták a halálra ítélteket azzal, hogy adtak nekik egy kis mirhás bort, vagyis méreggel teli bort, ilyen ecetes bort, azért, hogy egy kicsit bódítsák a halálra ítéltet, hogy ne érezze annyira a szenvedést, ne üvölcsön annyira, ne kiabáljon, ne sírjon, ne szenvedjen annyira az elítélt. Ezért valamit próbáltak tompítani abban a szenvedésben, ami majd rávár. Ezt Jézusnak kétszer is felkínálták. Az egyik még a keresztre vezető útja előtt történt, aztán pedig bent a kereszten is felkínálták neki ezt a lehetőséget. De Jézus ezt elutasította itt ebben az esetben, azért utasította el, mert ő tiszta fejjel, tiszta gondolatokkal akart értünk szenvedni. Nem akart semmilyen kábítószert, semmiféle szert, ami segít rajta. Ezt is visszautasította. Ezt is teljesen visszautasította. A második esetben azért nem utasította vissza, mert annyira szomjazott, vizet szeretett volna kérni, és beleívott abba, amit fölkínáltak a számára, az ecetbe. Nem tudott már beszélni se, kiszáradt a torka, teljesen szomjazott, elepett az ő ajka, és akkor beleívott ebbe. De egyébként visszautasított minden segítséget. Tiszta fejjel, tiszta gondolatokkal akart érted szenvedni, megszorítja ez a szívedet? És akkor most menjünk a következő területre. A keresztre feszítés
lelki területére. Egyébként a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus körülbelül 6 órát szenvedett. 6 órát. 3 órát, tehát úgy mondja Márk, evangéliumában le van írva, hogy Márk azt mondja, hogy reggel 9 órakor feszítették keresztre. Reggel 9 órakor. Így 12 órakor lett a sötétség lett az egész földön, amint felolvastam, és délután 3 órakor adta ki a lelkét. Tehát 3 órát szenvedett a világosságban, és 3 órát szenvedett a sötétségben. És majd a sötétségnek a végén, a 3 óra, délután 3 óra tájban adta ki a lelkét, és kiáltotta el magát utoljára, a 7. kiáltása utoljára, Atyám, a kezedbe teszem le a lelkemet. Ezt majd el fogom nektek mondani, lesz időnk, akkor el fogom majd sorolni. Szóval ez a, különösen a sötétség 3 órája, a 12-től 3 óráig, ez az, amikor Jézus bűnáldozat lett, és ott függött a sötétségben az emberek szem előtt. Ugye a világosságban is függött, akkor szidalmazták és bántották őt a sötétségben. Megrendülve csak azok maradtak ott mellette, amikor ez a sötét időszak volt, akikkel ragaszkodtak hozzá, és ott függött bűnáldozatként a világ összes bűneiért. Ő volt az áldozat a világ, bűnáldozat a világ bűneiért. Nézzük meg a lelki szenvedésnek az útját. Én most a kereszt útjáról beszélek nektek, testvérek. A kereszt útja a mérhetetlen testi szenvedésnek az útja volt Jézus életében, és a mérhetetlen lelki szenvedésnek. A lelki szenvedésnek is 7 területe volt, csak nagyon röviden felsorolom, hogy mindenki ezt lássa, és csak egy kicsit érzékeljük, amennyire lehet, hogy megemlékezzünk Jézus haláláról. És amikor az úrvacsorában is megemlékezünk az Úr Jézus haláláról, legyen fogalmatok, hogy miről emlékszünk meg igazán. Mi is az, amiről beszélünk igazán. Hogy meg tudjátok ragadni, amennyire lehetséges ez egyáltalán. Ugye a lelki szenvedés, mint lélekben is szenvedett az Jézus Krisztus. Az első, ugye felsorolja a 27. verstől az ige, hogy gúnyolták őt. Mindenféle fölöltöztették királynak. Úgy levették a ruháját, és fölöltöztették királyi palástot, koronát, tövis koronát adtak, a nátszál volt a jogarra kezébe, elkezdték előtte hajolgatni, gúnyolni, és gúnyolták őt, és végtelenül gúnyolták. Aztán megalázták őt teljes mértékben. Amennyire lehetett egy embert megalázni, őt megalázták egészen a legalsó szintekig. Meghajolt, és tényleg Jézus Krisztus kereszt útja a megaláztatásnak is az útja. Emlékeztek, hogy az van megírva az Isten igében, hogy Jézus megalázta magát a keresztfának haláláig. Látjátok, hogy ez a megaláztatás már itt is elkezdődött. Sőt, már Pilátus udvarában elkezdődött, amikor nem szólt egy szót se. Nem szólt egy szót se. És itt is egy szót se szól. És alázzák őt, alázzák, tiporják a tisztességét, tiszte a mi voltát, emberi mi voltát, és minden módon gúnyolják, alázzák őt. Aztán nagyon fontos, hogy levetkőztetik. Ez is egy része, teljesen mesztelenre vetkőztetik a kereszten. Ez is azt mondja, hogy leveszik a ruháját, és mesztelenül feszítették meg az Isten fiát. Ez is egy végtelenül nagy lelki szenvedést okozott az Úr Jézus Krisztusnak, a szégyent. Elszenvedte értünk a szégyen és a gyalázatot. Aztán nagyon fontos, hogy leköpik. Tehát többször leköpték. Leköpték a katonák, leköpték a megkorbácsoltatásánál, sőt, meg a kereszten is köpködtek felé. Szóval folyamatosan köpködtek, mint ahogy ma is az emberek köpködnek egymásra, köpködik egymást. Van is egy ilyen mondás, hogy úgy beszélnek, hogy szinte köpködik, és szó szerint le is köpik. A legnagyobb gúnynak, a legnagyobb megvetésnek, a legnagyobb gyalázatnak a kifejezése a köpködés. Amikor leköpik egymást az emberek. Aztán a következő, ahogy lelkileg szenvedett, hogy nevettek rajta. Folyamatosan, gúnyosan nevettek, sátáni módon nevettek rajta. Tudjátok, amikor egy ember szenved, és a halál tusáját vívja, amikor gúnyosan kacagnak és nevetnek rajta, mennyire megalázó ez. Különösen vegyétek figyelembe, hogy Jézus Krisztus leszállhatott volna keresztről, hiszen azzal gúnyolták, emlékeztek? Azzal gúnyolták, hogy ha Isten fia vagy, akkor azt mondtad,
azt mondta, hogy te vagy az Isten fia, akkor szállj le a keresztől, akkor hív segítségül az Isten angyalait, akkor nézzük, hogy az atyád megmente téged. És ami megdöbbentő, hogy Jézus mindezeket igénybe vehette volna. Mindezeket kérhette volna. Kérhette volna az atyát, kérhette volna az angyalokat, és leszállhatott volna keresztről. Ez az igazság. Bármikor leszállhatott volna keresztről, bármikor elsöpörhette volna ezt az egész privég társaságot, akik őt bántották, gúnyolták, és lelkileg egy óriási retorziót, egy óriási támadást indítottak ellene. Szóval nevettek rajta, gúnyosan nevettek rajta. Ez is nagyon lényeges, szenvedést okozott Jézus Krisztusnak. Emlékeztek, hogy nem fognak majd nevetni, amikor meglátják őt. Amikor majd meglátják őt, nem fognak nevetni, hanem sírni fognak. És ezért van írva, hogy akik most nevetnek, azok sírni fognak. Mi pedig, akik most sírunk, nevetni fogunk. Örültök ennek, testvérek? Örültök ennek, hogy most sírsz a bűneid miatt, sírsz amiatt, hogy mit tesznek az Isten fiával, te nevetni fogsz, mert meglátod az Úr Jézus Krisztus az ő dicsőségébe. Akik pedig nevettek rajta, és megvetik őt, azok sírni fognak, mert meglátják a dicsőséges királyt, mert itt tulajdonképpen a kereszt útján, tudjátok, mi történik? Megfeszítik a királyok királyát, az urak urát. Megfeszítették. Ez is nagyon-nagyon fontos. Aztán káromolják, szidalmazzák őt. Káromolják és szidalmazzák. Tulajdonképpen átkozzák. Így is mondják, mondhatjuk ezt. Mindenféle káromló beszédeket mondanak. Káromló ítéletet mondott ki fölötte Róma. Emlékeztek? Róma, a római birodalom beült az ítélet székébe, és káromló ítéletet mondott ki az igazság felett. Káromolják az emberek, káromolják a főpapok. Róma és az akkori zsidó egyháznak a bűnös parázna szövetsége juttatta Jézus Krisztust, a tisztát, az igazságot a keresztre. És ő adta, ez a bűnös parázna szövetség adta a Barabást az emberiségnek, ami az Antikrisztusnak a jelképe. Ez ma is így lesz, hogy az új római birodalomnak és a hamis egyháznak a bűnös parázna szövetsége fogja majd üldözni a szenteket egyik oldalról, másik oldalról pedig adni fogja az Antikrisztus majd a világnak. Megdöbbentő párhuzamok ezek. De nézzünk tovább. Aztán az utolsó szenvedése, lelki szenvedése, hogy kiforgatják a szavait, elforgatják a szavait, nem is Élit hívja, hanem Éli szabaktánit mond, és aztán azt mondják, hogy Élit hívja segítségül, mert annyira fél. Biztos azt akarja, hogy Éliának hívták, és ez Éli, ez hasonló az illéshez, és azt hitték, hogy Illést hívja, pedig ő csak Élit mondott, nem Éliát mondott. Szóval kiforgatják a szavait, és mindezekkel együtt elfordultak tőle még a saját tanítványai is. Az övé. Elfordultak tőle. Elfordultak tőle azok, akik ismerték őt, akik szerették őt, az is. Csak néhányan maradtak meg a kereszten mellette, az asszonyok. Egy tanítvány, egy-két tanítvány maradt meg, és a többiek mind elhagyták ott, és nem is követték őt a keresztig, vagy nem maradtak, vagy távolról, messziről figyelték az eseményeket. Szóval ezek okozták a lelki szenvedést, az elutasítottság, és a mérhetetlen lelki terror, amit folytattak ellene, és lefolytattak a mi Urunk ellen. Megszorítja ez a szívedet, drága testvérem, és ez a testi szenvedésére még rájött. És hogyha azt akarnám nektek mondani, hogy igazából mi az, ami a legnagyobb szenvedést okozta Jézusnak, akkor azt mondom, hogy ha lehetne egyáltalán összehasonlítani, akkor egyik nagyobb volt, mint a másik. A testi is óriási volt, ember ki nem bírhatja. Ezért a legkegyetlenebb halálra ítélt kivégzési mód a kereszt. Aztán a lelki még nagyobb, a lelki szenvedés még nagyobb terhet nyújtott rá, és a legnagyobb a szellemi szenvedés, amiről most még szeretnék beszélni. És aztán jön a következő terület, amiben Jézus Krisztus megint egyszerre kapja ezt a hatalmas nagy fájdalmat, hatalmas nagy nehézséget, ez pedig a szellemi szenvedés. Erről is hagyj beszéljek nektek, és engedjétek meg, hogy az események felsorolását a következő
estére hagyjam, mert az időnk elment, de a következő alkalommal folytatni fogom Jézus Krisztusnak a 7 kiáltását fel fogom majd sorolni. Ezzel fogom majd kezdeni a következő igéhirdetésemet, a következő üzenetemet. Tehát nézzük a szellemi szenvedést. Azt mondja az ige, hogy 3 óra sötétségben volt, ugye a Jézus Krisztusnak a szellemi szenvedésének az első területe a 3 óra sötétség. Ő még soha, de soha nem volt szellemi sötétségben. Soha. Tehát fizikai sötétséget természetesen átélt, hiszen itt élt a Földön, volt nappal, volt éjszaka. De szellemi sötétséget ő soha nem élt át, hiszen amikor 3 óra sötétségben függött a kereszten, akkor a bűnnek, a betegségeknek minden átka rajta volt. És ott szenvedett a sötétben, a sötétségben. Ez a lelki, szellemi sötétségnek a legmélye, és még egy szakasza volt, amikor a keresztre feszítése után, a halála után le kellett szállni a poklokra, le kellett neki szállni a sötétség birodalmába. De itt kezdődött el a kereszten, a 3 órai sötétségben a szellemi szenvedése. Aztán a következő, hogy 3 nap a sírban, ami aztán megjáratta vele a sötétség birodalmát, és legyőzte a halált, dicsőség Istennek, mondjam mindenki egy áment és egy hallelujat, legyőzte a halált, legyőzte az ördögöt, rabláncra fűzte, és úgy tért vissza diadalmasan, és kiszabadította a szenteket az ördög minden kezéből. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak. Aztán a legnagyobb szenvedés következett, amit már nem bírt elviselni. Egyszerűen eljött az a szenvedés a szellemi szenvedésével, amit már egyszerűen a 3 óra végén már nem bírt elviselni, hogy az Atya 3 órára az életében, Jézus Krisztus életében soha nem volt ilyen, hogy az Atya 3 óraszáig elfordította a fejét. Sőt, igazából 6 óraszára fordított el, mert 9 órakor feszítették meg, és aztán pedig 3 órát töltött világosságban, 3 órát sötétségben a kereszten, és ez a 6 óraszá alatt az Atya elfordította a fejét Jézustól, mert nem nézhetett rá, nem nézhetett a bűnre, nem nézhetett az ítéletre, elfordította, és ez az, amit Jézus feladott. A 3 óra sötétség végén feladta. Azt mondta, Atyám, elég volt, te nélküled nem tudok élni, nem is akarok élni, leteszem a lelkemet a te kezedbe. És látjátok, hogy mekkora bizalom volt ez, és ez okozott a Jézusnak a legnagyobb szenvedést, hogy a kapcsolat, az örökké való kapcsolat erre a 6 órára megszakadt. A kereszten megszakadt, és az Atya nem tudott már ránézni. Nem tudott ránézni a saját fiára. Miért nem tudott ránézni? Nem azért, mert nem szereti a fiát, hanem azért nem tudott ránézni, mert a te és az én összes bűnöm, minden betegségem, minden átkom ott volt rajta, és erre nem tudott az Atya ránézni, hogy ő bűnné lett érettünk. És átokká lett érettünk. Erre nem tudott ránézni az Atya. Jézusnak ez okozott legnagyobb szellemi szenvedést. Neked, testvérem, okoz szenvedést, amikor megszakad, vagy gyengül a kapcsolatod az Istennel? Milyen lehet az a valakinek megszakadna a kapcsolata Istennel? Szörnyű, hogyha valakinek megszakadna a kapcsolata. Még hála az Úrnak, hogy megvan írva, hogy senki el nem szakíthat minket az ő kegyelmétől. Dicsőség az Úrnak. Senki el nem szakíthat minket az élő Istentől. Tehát elfordította az Atya a fejét tőle, és azt mondja Jézus Krisztus utoljára, hogy Atyám, miért hagytál el engem? Miért hagytál el engem? Miért hagytál engem? Én Istenem, miért hagytál el engem? Életemben először, miért fordultál el tőlem, és miért hagytál el engem? Ez a szellemi szenvedésnek a legmélyebb része, ha elhagy valakit örökre az Isten. De hála jó Istennek, hogy Jézus Krisztus nem örökre hagyta el, hanem ezekre az időkre, amik meg voltak írva, de azért mondtam az örökké való elhagyást, mert a pokol erről szól. A pokolnak, tudjátok mi a legnagyobb szenvedése? Nem a kénkével égő tő, a fizikai szenvedés,
nem elsősorban ez, hanem a lelki szenvedés, a szellemi szenvedés, hogy örökre elhagyott az Isten. Örökre. Jézus Krisztus ezt a pár órát is alig tudta elviselni. Sőt, nem tudta elviselni. De el kellett viselnie ezt a pár órát miattunk, mert ez a sötétség ideje volt. De ez okozott neki legnagyobb szenvedést. Kedves testvéreim, látjátok, hogy ma a kereszt útjáról beszélünk, holnap is folytatni fogjuk. Holnap szeretnék majd beszélni egy még különlegesebb üzenetet, de szeretnék elétek jönni. Tehát ma szerettem volna beszélni Jézus testi, lelki, szellemi szenvedéséről, és a sötétség idejéről, és arról, hogy mi is történt a kereszten. Kedves testvéreim, gyertek most velem, és imádkozzunk. Végigjártuk egy kicsit, valamennyire a keresztnek az útját. Gyertek most velem, és adjunk hálát. Nehéz ezt elmondani. Még nehezebb ezt átélni. És szeretném, ha most hálát adnánk az Úr Jézus Krisztus keresztjéért, ami történt a kereszten. És hálát adnánk azért, testvéreim, ebben az imában, hogy nekünk nem kellett ezen a kereszten meghalni. Senki nem bírta volna ki. Gyertek, köszönjük a keresztet meg, amit Jézus tett a kereszten, és köszönjük, hogy nem kellett ezt a keresztet elszenvednünk. És köszönjük meg azt a keresztet, testvéreim, amit Jézus Krisztus szenvedésében még hátra van, ami nekünk kell, amit összesen lehet hasonlítani azzal, amit Jézus szenvedett. Imádkozzunk. Drága mennyi édesatyám, köszönöm, hogy segítettél nekem abban, hogy végigjárhassuk a kereszt útját, és erőt adtál nekem, hogy ezeket az eseményeket elmondhassam az én testvéreimnek. Köszönöm, Uram, hogy megrázott szívem mélyig ez az egész történet. Újra és újra olvastam, sokszor olvastam már, és nincs olyan nap, hogy ne gondolnék arra, amit tettél értem Jézus a kereszten, hiszen ebből élünk. Uram, minden nap, nem csak az úrvacsora, akkor arra gondolunk, hogy mit tettél értünk a kereszten. A mi hívő életünk, keresztény életünknek ez a központja, amit tettél értünk a kereszten. Ha ez nem történik meg, akkor nem fordul meg a sorsunk, és nem térünk vissza sohasem hozzád, atyám. Köszönöm, hogy itt fordítottad meg a sorsunkat. Itt fordítottad meg az emberiséget. Itt fordult vissza az ember hozzád. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy ezt a hatalmas, mérhetetlen szenvedést úgy vállaltad be, hogy te mindent letehettél volna, leszállhattál volna a keresztről, és segítséget vehettél volna igénybe az ellenségeiddel szemben, de mégis úgy döntöttél, hogy némán, mint az Isten báránya, szenvedsz a kereszten. Köszönöm neked a testi szenvedésedet. Köszönöm neked a lelki szenvedéseidet. Köszönöm, hogy szellemben is szenvedtél, Jézus, és hálát adok neked azért, hogy ez azért történt, mert az ember minden részét érinteni akartad a megváltásban. Köszönöm, Jézus, hogy három szinten azért szenvedtél, hogy testileg is megváltsál minket. És köszönöm, hogy a testünkre is gondot viselsz. A testünket is erősíted, a szentileg templomává tetted. Uram, gyógyítod a testünket, megoltalmazod a testünket, táplálod a testünket. De megemlékezek arról, hogy a legfontosabb, hogy megdicsőült testet fogsz nekünk adni. A megváltás a megdicsőült testért is szól. Köszönöm ezt neked, Uram. Köszönöm neked a lelki szenvedéseidet. Uram, drága megváltóm, köszönöm, hogy a mi lelkünket is érinti a megváltás. Köszönöm, hogy a megváltásban ott van a szabadítás a lelkünkben is, hogy a mi lelkünk megszabadul, a mi lelkünk megszentelődik, a lelkünk megtisztul. Dicsőség neked ezért, és ami legfontosabb, a mi lelkünk megmenekül és örök életet kap. Köszönöm ezt neked, Uram. Köszönöm neked, Uram, a szellemi szenvedést, mert érinti a szellemünket is. Ahogy téged elhagyott az Atya, elfordította a fejét tőled, mi hozzánk ide fordult az Atya. El volt fordulva tőlünk az Isten. Elfordította az arcát tőlünk az Isten. Nem tekintett ránk, de most ránk tekintett az Isten. Ránk tekintett az Atya. És köszönöm neked,
hogy a szellemben ezt jelenti, hogy nem csak, hogy ránk tekintett az Atya, hanem Jézus Krisztus, te általad mondhatjuk most már, édes atyám, abba atyám, hogy mi is atyának hívhatjuk a mennyei atyát, és helyreállt a kapcsolatunk az élő Istennel, nem fordultál el tőlünk, hanem helyreállt a kapcsolatunk, és örökön örökké ránk tekintesz, és mi pedig látjuk a te arcodat. És a mennyország erről szól, a szellemben való teljes helyreállításról, hogy látunk téged színről színre. Dicsőség neked ezért. Köszönöm neked, Uram, a testvéreimet, köszönöm az élet gyülekezetét, mi egy kereszten megváltott nép vagyunk. Jézus Krisztus halálában megváltott nép vagyunk. Jézus Krisztusban életre kelt nép vagyunk. És köszönöm, Uram, hogy az én drága testvéreimet, ó, Uram, minket összekötsz a te véreddel. Egy vér vagyunk megmosva, egy vér folyt kiértünk a kereszten. Köszönöm ezt neked, Uram. Tied a dicsőség ezért. Köszönöm, Uram, hogy az oldaladból megszületett a gyülekezet. Ott, ahol megszúr téged a dárdájával a római katona, ott folyt ki a vér, ott folyt ki a víz, és ott született meg, az oldalboldádból született meg a gyülekezet. A vér által született meg a gyülekezet. Köszönöm ezt neked, Istenem, hogy mi is így születtünk meg. És köszönjük, hogy most megbecsülhetjük ezt, és megköszönhetjük, hogy nekünk ezt a keresztet nem kellett elszenvedni. És megköszönjük azt, hogy azt a keresztet, amit hordoznunk kell, ami a te szenvedésedből hátra van, azhoz pedig ez ad nekünk erőt, hogy neked sokkal nagyobb harcod volt, te végezted el a nagy részét, te végezted el a sokkal nagyobb részét ennek a munkának. És az a szenvedés, ami a mi életünkben van, az pedig csak azért van, hogy megszentelődjünk, hogy megváltozzunk, hogy közel kerüljünk hozzád. Köszönjük ezt neked, Uram, és megszűnjünk a bűntől. Köszönöm, hogy tanulhassunk, épülhessünk, és hogy megszűnjünk a bűntől. Köszönöm, Atyám, az Úr Jézus nevében, és hogy szolgálhassunk téged, és kifizethessük az árat. Uram, köszönöm a kereszt útját, köszönöm, hogy megérintetted a mi szívünket most, és köszönöm, hogy betöltöd a szent lelkeddel az egész gyülekezetet. A Jézus Krisztus nevében. Amen. Drága testvéreim, nehéz most összeszednem magamat, mert nagyon a hatása alá kerültem annak, ami történt valójában. De az Úr legyen minden dicsőség, hogy ezt el tudtam mondani. Remélem, a szívetek visszajelzett. Ugyanazt érzitek, tapasztaljátok, amit én. Hatalmas a mi Istenünk. Csodálatos a mi Istenünk. Áldott a mi Istenünk. Ezzel búcsúzom a viszontlátásra. Isten áldjon benneteket.